Ünnepélyes keretek között átadták az idei Szent István emlékérmet és díjat. Az elismerést ebben az esztendőben Müller Cecília tisztifőorvos vehette át. Müller Cecília 2018 óta végzi az országos tisztifőorvos felelősségteljes munkáját. 2020-ban a koronavírus járvány idején az operatív törzs tagjaként sokat tett azért, hogy hazánk Európa egyik legvédettebb országa legyen. Spányántal püspök atya hívott fel egy szombaton délelőtt, is nagyon meglepődtem természetesen. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen rangos kitüntetésben fogok részesülni. Ráadásul hazai terepről, a székesfehérvári embereknek a jóvoltából. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm. Spányi Antal megyes püspök, a kuratórium elnöke elmondta, a kitüntetés 2004-es alapításakor az volt a cél, hogy olyan ember vehesse át a díjat évről évre, aki életével és tevékenységével is példát tud mutatni az egész magyar társadalomnak. A kuratórium, amikor számba vette a jelölteket, egyhangulag döntöttünk úgy, hogy idei évben a Szent István emlékdíjat a főorvosasszonynak ajánljuk, aki kivételesen nagy munkát végzett, aki azt gondolom, hogy az egész ország megmentéséért sokat dolgozott, és aki ezt tette úgy, mint hitvalló keresztény ember, tehát megvalósítva a Szent Istváni értékrendet, ahhoz igazítva a magánéletét és azt a munkát, amelyet az egész közösségért végzett. Karsai Béla, a kuratórium tagja kiemelte, Müller Cecília a népegészségügy érdekében végzett munkája joggal váltott ki elismerést az egész magyar társadalomban. Egyetértés volt a döntésben, mikor elkezdődött az, hogy kik a potens jelöltek, ő volt a legelső, és meg is álltunk, és nem mentünk tovább. Pedig tudjuk azt, hogy sok adósságunk van, mert nagyon sok olyan ember van, aki megérdemli, de amit itt a COVID-19 vírus kapcsán Müller Cecília letett az asztalra, az példanélküli példaértékű. A díjátadó meglepetéseként Spányi Antal megyéspüspök tolmácsolta Rómából a Szent Atya Ferenc pápa áldását az ünnepeltnek.